Változik a Mátészalkai városi strand és úszoda belépő díja. A téli időszakban is üzemelt a fürdő, hiszen a fűtést a geotermikus energiával szabályozták, így ennek költségét nullára csökkentették. Ennek köszönhetően csak minimálisan drágulnak a jegyek. Ráadásul a Szatmár Kincse nevű gyógyvíz további 20 évre megkapta a minősítést, ez pedig a későbbi pályázatoknál pluszpontot jelenthet. Döntött a testületi ülés a szociális gondozásban lévő emberek és a bölcsödések térítési díjáról. Nagyon érdekes ez a bölcsődeellátásnak a összetétel, hiszen gondozási, a térítési díj gondozási díjból és ugye étkezési díjból áll, és amellett, hogy tervezett költségvetéssel dolgoznak a kollégák, amikor egy-egy évnek a előremutató költségvetését megtervezik, ami körülbelül a bölcsődénk esetében egy 200 milliós tervezési költséget jelent, ebből az állam körülbelül egy ilyen 133 millió forintot, 135 millió forintot fedez le, és a maradó közel 60 millió forintot, azt az önkormányzatoknak kell összeadni. Ugye ebben a Mátészalkai bölcsődében nem csak mátészalkaiak, hanem a környékbeli településekről vannak, de döntően a bölcsődei ellátottaknak több mint a fele az mátészalkai. Így a Mátészalkai önkormányzatnak ezt értelemszerűen ugye ki kell pótolni. Éves szinten ehhez hozzárakunk, illetve a térítési díjakhoz is, mert megvan állapítva a napi norma, de ettől függően ugye még a rezsiköltségeket az önkormányzat támogatja. Így éves szinten 50 millió forinttal kell, hogy támogassa az önkormányzat a bölcsődei ellátást. Ebben az intézményi dolgozók minimálbérhez képesti bérkompenzációja és a rezsiköltségek emelkedése is benne van. Szeptembertől ráadásul bővül a bölcsődei férőhelyek száma a városban. Voltak olyan napirendi pontok, amelyek az egyházi működéshez kapcsolódtak, ilyen volt például az Esze Tamás gimnázium fenntartói jogának átvételéről szóló előterjesztés. Azzal zárult ez a történet, hogy véleményezési javaslatokat kellett ugye a diák tanulói részéről, a szülői munkaközösség részéről, természetesen az alkalmazotti közösség is véleményezte mindezt, és a testület is véleményezte, azonban a testület véleményezését megelőzte mindezek véleményezés köröknek a határozata, ami egyértelműen statisztikai számok alapján is azt mutatta, hogy teljes mértékben elutasítása került ez a beadvány, így aztán Mátészalka város önkormányzata is emellett a szakmai érvek mellett kellett, hogy döntsön, hiszen ugye a szülők és a gyerekek véleménye egy oktatás-nevelés intézményben a legfontosabbnak tűnik. A városfejlesztési csoport negyed évente tart beszámolót, ez most is megtörtént, és 14 olyan projektet említettek, amelyek a városgazdasági és turisztikai területein indultak el. Ezek bár még tervezési szakaszban vannak, a kivitelezések várhatóan év végére, néhány pedig jövő év második felében fog befejeződni.